Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Íme napok jönnek, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig uruk voltam, mondja az Úr. Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok, mondja az Úr. Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa. Ismert meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak. A legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr. Mivel megbocsájtom gonoszságaikat és vétkeikre, többé nem emlékezem. Ez az Isten igéje. Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőjön az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy menny dörgött. Mások így vélekedtek, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Pinteken azzal kezdtük az elmélkedésünket, hogy kicsoda az az Isten, aki vár minket, aki megszólít bennünket. És nagyon szépen mutatja az olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Azt mondja, hogy mindnyájan ismerni fognak, a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr, mivel megbocsátom gonoszságaikat és vétkeikre többé nem emlékezem. Hogyan ismerjük az Istent? Mint aki megbocsát.
és egészen addig, ameddig nem tapasztalom meg az Isten megbocsátó jóságát, az ő irgalmát az életemben, addig nem ismerem őt. Amíg nincs tapasztalatom személyesen az Istennel kapcsolatban, hogy ő irgalmaz nekem, addig nem ismerem őt. És éppen ezért nagyon fontos, hogy meg tudjam engedni magamnak, hogy befogadjam az Isten irgalmát. Hogy meg tudjam engedni az Istennek, hogy ő irgalmas legyen felém. Hogy ő Isten legyen felém. Mert hogyha én el tudom fogadni azt, hogy az Isten irgalmaz nekem, vagyis a helyemet a világban, hogy nem vagyok tökéletes, hogy nem én vagyok az alkotó, hogy én teremtmény vagyok, és rá vagyok szorulva az a teremtőnek a szeretetére és irgalmára, akkor tudom majd továbbadni ezt az irgalmat, az ő megbocsátó jóságát. Amíg én nem tapasztaltam meg az Isten részéről ezt, amíg én nem hiszem el az Istennek a bocsánatát, addig én magam sem tudok megbocsátani másoknak. És megkeményszik a szívem. És az evangéliumban ott van előttünk ez a nyüzsgő város, ott van Jeruzsálem, ahová mennek az arándokok messzi földről, hogy imádják az Istent. És olyan szép, hogy megjegyzi János, hogy volt néhány görög is, akik még többet gyalogoltak azért, hogy odajussanak a Szent Városba, de ők nem a templomba akarnak menni. Azért jönnek, Fülöphöz mennek, és azt mondják, Uram, látni szeretnénk Jézust. Ott van bennük a vágy. Látni szeretnék azt, akiről annyit beszélnek. Találkozni szeretnének vele. Bennem ott van ez a vágy. Jézus arra hív, hogy megismerjem őt. Megismerjem elsősorban az ő megbocsátó szeretetét. De nekem jó ez a, bár nem túl kellemes, de mégis ismert világ. Saját kis komfortzónám, amit legalább már ismerek. Ismerem a bűneimet, ismerem a többiek bűnét, és ez olyan kényelmes állapot lehet. És Jézus mégis ki akar hívni. Kihív a komfortzónámból. És ez a kihívás ez úgy kezdődik, hogy beengedem őt. Elég csak egy kis résnyire kinyitni azt az ajtót, ami Jézus kopogtat. És egy picit kinyitom, abban a sötétségben, amiben én vagyok, abban a félelemben, amiben a tanítványok is voltak, amikor húsvétkor zárt ajtók mögött voltak, léteztek, és Jézus belépett pont abban a térbe, abba a térbe, ahol ők féltek, ahol ők szorongtak. És azt mondta, békesség nektek. Jézus pont oda akar békét hozni az életembe, amit én még magam elől is elrejtek. Mit jó mélyen elzárok valami nem létező dobozba. Ahol én szégyent érzek, ahol én azt élem meg, hogy úgyse sikerül. Én nem vagyok képes. Oda szeretne bejönni Jézus. És ott szeretne a békét hozni. Azt a békét, amit a világ nem tud kínálni. Amit egyedül az ő szeretete, az ő megbocsátó irgalma tud hozni az én életembe. És ha ezt megtapasztalom, akkor én is tovább tudom mindazt adni, amit Jézus felől kapok. Van-e bennem vágy, mint ezekben a görögökben, hogy lássam Jézust? Beszélünk az imáról, és kicsit azt érzem, mint amikor írunk 400 oldalt egy könyvet írok arról, hogy hogyan kell csendben lenni. És mikor gyakorlom? És most én is beszélek itt szépen az imáról, de mikor kezdjük el? Most. Két kérdést szeretnék föltenni, és csak így mindenkinek a lelkére csomózni, hogy most itt próbáljon választ találni a Szentlélekkel együtt erre a két kérdésre. Az első kérdés úgy hangzik, én mire vágyom? Mi az, ami bennem van vágyként?
mondjuk az Istennel kapcsolatban. És a másik kérdés, ő mire vágyik? Isten mire vágyik velem kapcsolatban?